Közös énekléssel ennepeltek a Gyöngyvirág óvoda gyerkőcei az újonnan épült madárkertben, a Madarak és Fák napján. Demeter Dániel már fiatalkora ellenére tudja, hogy miért fontos gondoskodni a madarakról. Kitisztítják a fákból a rovarokat, amik megeszik a fákat. És ezért sok termés lesz a fán. A most kialakított kertben pedig még tovább bővítheti tudását, hiszen egyebek mellett interaktív táblák, szemléltető oduk segítik a játékos tanulást. A beruházás az E.ON Hungária csoport által kiírt, a Föld bajnokai pályázat keretében valósulhatott meg. Nagy örömünkre pozitívan bírálták el a pályázatunkat, közel 2 millió forintot nyertünk a madárkert kialakításához, és ehhez választottuk az eszközöket, amiket itt a madárkertben látnak, és nagyon sok olyan játékot, amit a gyerekek kint itt a madárkertben, de benne a csoportban is tudnak használni, és ezzel igyekezünk őket közelebb hozni a madárvilághoz, egyáltalán a madarak védelméhez, megismertetni a madarak életét a gyerekekkel. Az óvodavezető hozzátette, a kialakításnál a méhekre is gondoltak, így többféle a rovarokat vonzó virágot is ültettek. Az eseményen részt vett a város alpolgármestere is, aki örömét fejezte ki, hogy az Örökös Zöld és Madárbarát címet viselő intézményben a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre. Fontos és nagyon-nagyon kiemelt, hogy a kisgyerekek minél kisebb korban már megtanulják a környezetükkel kapcsolatos lehetőségeket, akár itt magában a városban, hiszen itt van a Sóstó, az Alsóvárosi Park, mindent megteszünk annak érdekében, hogy nagyon sok környezeti és zöld lehetősége legyen az itt élőknek ezeket élvezni. A cél pedig az, hogy az egyes városrészekben és intézményekben egyaránt tovább növekedjen a zöld oázisok száma.